A vizsgáink nagyon összetettek. Ugye először van egy írásbeli vizsga, ami már megvolt, ez egy központilag kiadott írásbeli vizsga, ami 19-én, május 19-én megvolt. Majd utána következnek a gyakorlati, a szóbeli vizsgák, ami pedig 28-29-30-án, május 30-ában megtörténtek. A szakmai vizsga írásbeli része az mindig egy kicsit gyengébben sikerül, erre már azért számoltunk is, akármennyire küzdünk, tehát ezt nem tudjuk sajnos kijavítani, hogy valamilyen módon emeljük ott a színvonalat. Nem elsősorban a szakmai részénél van sajnos gond, hanem egyéb más jellegű gondok vannak itt a írásbeli dolgoknál. Végül is ez 3,4-3,5 között volt az átlag a gyerekeknek. Ez is már maga ez az írásbeli vizsga is nagyon összetett. Lóhasználattól kezdve egészen az Európai Uniós ismeretekig, gazdasági ismeretekig kell azért számot adni nekük írásban is a diákoknak. Hát azt hiszem a szakmai az egyértelmű, tehát azt nem kell mondani, hogy milyen módon. De azért az európai ismeretek, tehát hogy el tudják magukat helyezni azért ebben az európai közösségben, tehát mindenféleképpen tudják, hogy mikor alakult, hogy vagyunk, miként vagyunk, nincsenek vámok, hogyan, miként alakul ez a kérdés. Illetve hát a gazdasági ismereteknél pedig van az a rész is benne, hogy azért ők közülük elég sokan egyéni vállalkozóként lovasiparban fogják majd a illetve a életüket folytatni. A 3 napot mindig, tehát a következő vizsgarészt úgymond mindig a gyakorlati vizsgával kezdjük. Itt az egyiküknek van lovas, tehát maga a lovaglással kapcsolatos dolog, illetve a hajtással kapcsolatos dolgok, illetve a ménesbirtokon belül 4 helyszínen el van helyezve egy-egy vizsga kis központ, ahol pedig a szerszámfelismeréstől kezdve a lovakkal való bánásmódot, a gondozásukat, állatorvosi ismereteket, vagy éppen a kocsi múzeumban a kocsi ismereteket, attól függ, hogy ki mit húz, de mind a 4 helyen valamilyen módon mindenkinek meg kell jelenni. Ez a gyakorlati része. Ahogy mondom, tehát ez is nagyon sok rétű és több részből áll, illetve ezek után pedig kezdődik maga a szóbeli rész, ahol szintén ott is 4 alaptételt húznak, ami nem csak a ló használatra és ismeretekre vonatkozik, hanem szintén itt is vannak műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek, EU-val összekapcsolódó ismeretek, és még sorolhatnám más. Tehát maga a szóbeli vizsga is több rétű. Tehát az egész azért ez egy eléggé bonyolult és sokrétű megmérettetés. Tehát végül is maga a lovaglási rész egyik legfontosabb, és a hajtás természetesen, de ez a legkevesebb. Mert itt az állatok takarmányozásától kezdve a takarmány összetevőikig, akár versenyló legyen, akár ugróló legyen, militári ló legyen, vagy egyszerűen hobbiló, tehát azért ott kell lenni a fejben azt, hogy ha csak ezt az egy példát ragadom ki, hogy mit, hogyan csinálok. 27 lótenyésztőnk és 12 belovagló tanulónk adott most számot az ismereteikről. 8 tanulónk azért nem, mert ők még jelenleg is külföldön tartózkodnak, és kérték a vizsga elhalasztását, illetve egy másik időpont kijelölését, ami már hivatalosan megtörtént, tehát ők majd október 1-én fogják folytatni a vizsgáikat, illetve hát befejezni. Ahogy mondtam, az írásbelik egy kicsit gyöngébbek lettek, de a gyakorlati és a szóbeli rész, mint ahogy eddig is, az nagyon szépen és nagyon magas színvonalon, tehát mondhatom, hogy 4 fölött, 4,2-4,3 körül volt, adták számot a tudásukról itt. Nagyon szeretnek itt nálunk, aminek én nagyon örülök. Nagyon szeretik a környezetet, nagyon szeretik Bábolnát, és mindig érdekességképpen el szoktam mondani, hogy amikor kellene itt lenni, akkor nincsenek, viccesen mondom, de most, amikor már vége van a vizsgáknak, jó pár diák még mindig itt van, és kéri, hogy hadd maradjon itt, és ugye mondom nekik, hogy anyja, most, amikor meg nem kéne, úgy kell benteket elzavarni. Na de véletéve a viccet, tehát valóban nagyon, nagyon megszeretik az iskolát, nagyon megszeretik a környezetet, és bátran merem azt is mondani, hogy nagyon megszeretik Bábolnát, hisz azt azért el kell mondanunk, és el is kell mindenhol, ezt talán úgy gondolom, hogy egyre többet kéne mondani, hogy azért a diákjainknak közel a 40%-a azért érkezik hozzánk, mert Bábolna nagyon-nagyon jól cseng az országban, és most már bátran merem mondani, hogy a világ lótenyésztésében is, tehát a Bábolna az nagyon jól csengő név, és a diákok vonzódnak, tehát szeretik itt. Szép a környezetük, azt hiszem kultúrát, elhelyezést tudunk, valóban egy európai színvonalat tudunk nekik biztosítani, emellett pedig hát a szakember meg a nevelőgárdánk olyan, hogy mindig tudnak azért egy kis tudást
összeszedni maguktól. A szakmáink egymásra épülőek, most már hivatalosan is, ami azt jelenti, hogy belovaglónk csak olyan lehet, aki előtte elvégezte a lótenyésztő szakmát, tehát befejezte azt a 2 évet, és így még 1 évet maradva a 3. éven szerezhet egy belovaglói bizonyítványt is, hisz a 2 szakma nagyon egymásra épül, mint hogy a nevében is benne van. Tehát sok olyan tananyag ismétlés lenne már az utolsó évben, amire el tudtuk érni azt, hogy most már ne legyen, tehát azt nem tanítjuk, tehát egy kicsit ilyen modulrendszerben kezdtünk el mi is gondolkodni, anélkül, hogy ezt tudatosan tettük volna, és így el tudtuk azt érni, hogy belovagló csak olyan lehet, aki lótenyésztő szakmát szerez valahol, így a gyakorlatot még jobban meg tudjuk nyomni, és még többet tudunk fordítani arra, hogy a manuális és az egyéb jellegű képzések is minél többet tudunk. Mindenféleképpen meg fogjuk a 2 táborunkat csinálni. Ez az egyik június 23-án már kezdődik egy bentlakásos, illetve hát főleg bentlakásos, ugye, mert az ország minden részéről érkeznek általános iskolás korú gyerekek. És a következő pedig július 7-én lesz, ami szintén egyhetes lesz, és így ez a 2 táborunk van. Hát közel 40 fő, és nagyon-nagyon sok embert kellett, illetve kis tanulót kellett most már visszautasítani, ahogy mondom, anélkül, hogy meghirdettük volna a táborunkat. Ebben részt vesz gyakorlatilag az egész tanári kar, tehát mindenki él, mozog, illetve főiskolásokat szoktunk ilyenkor befogni, általában győrűeket az apácairól, és kis csoportokban mozognak, de a fő az a lovagláson van, illetve hát a lóval való ismerkedéssel, ami délelőtt délután több csoportban, szintfelmérés után, tehát a szinteknek megfelelően történik, és rengeteg kiegészítő más egyéb jellegű tábori feladattal.